halloumi épül a csöves fakeret. Oda jutottam el, hogy picit lehúztam a vágásokról. 80-as papírral az élét, és ami nem volt teljesen egyenes, az így papíron mutatom inkább. Szóval valami sík felületre rakott papíron, így el lett dolgozva, hogy egyenes legyen. Meg kinéztem, ugye mindenből van három, kettő-kettő kell azokat, amik a legszebbek, meg kell látni benne az anyagot, hogy melyik része. Én nekem azt tetszene, hogy ez lenne az eleje, ezzel a kis göccsel így előre. Így. És az oldala meg ahogy adja. Ennek az oldala mind a két fele hasonló, mondjuk ez egy jobb, kevesebb munkát igénylő, hogyha így kiadja. Kell nézni, hogy ez ott összefekszik-e, de úgy tűnik, hogy igen. Mert ugye ez is lehet görbe, meg a vágás is. Ezt illik összecsiszolni. Na ő már kicsit neccesebb, de ez itt szép, ez a göccs, ezt én ide fölülre előre raknám. Ehhez ugye illik, mintha ez itt átvenne rajt. És itt szintén prima lesz így. Ez talán így, igen. És akkor a maradék a hátlap. Aminek nem is tudom. Talán így. Olyan sok minden abból nem látszik, ahogy jobban összefekszenek. Mondja, vagy így. Vagy így. Így elég passzentos. Szóval ezt így kéne összeragaszgatni. És van két lehetőség, vagy befatiplizni, vagy nem. Ezt még el kell dönteni, mert hogy a fatiplit, ha nem pontosan jelölöd fel, ahol már ugye följelölöd így, és ha nem pontosan jelölöd föl ide meg oda, akkor ugye az el fog menni. És több rosszat csinálsz fel, mint jót. Mondjuk tartása biztos, hogy van. Azért a foragasztónak is, főleg, mert ugye ebben lesznek még ilyen vasalatok, meg ilyen sarokragasztások, amik tartják majd a fedlapot. Szóval nem tudom. Még ezt el kell dönteni, hogy tiplizünk vagy nem. De ti iratkozzatok fel. Eddig itt tartunk, nem sokára ragasztunk. Csumi!